Önök a Tolnatel televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ismét bizalmat szavaztak neki. Újra választották Bordács Józsefet a Faddiak. Eltűnnek a plakátok. Legkésőbb július 9-éig minden darabot el kell távolítani. Mézimport. Problémát okoznak a hazai termelőknek a kínai és ukrán mézek. Kultúrkortyok, a II. Világháború Tolna megyei légi harcai. Ismét Bordács Józsefet, a Fidesz-KDNP jelöltjét választották polgármesternek a Faddiak. A politikus a szavazatok közel 60%-át elnyerve több mint 200 szavazattal előzte meg független kihívóját, Kákonyi Józsefet. A városvezetőt az eredményről és a jövőbeni tervekről kérdeztük. A június 9-i választáson FAD városvezetői pozíciójában ismét Bordács József kapta meg a bizalmat a helyiektől. Nagyon örültünk, hogy sikerült a választást megnyerni. Nem csak annak, hogy jó magam maradhattam polgármester és intézhetem tovább a település ügyeit, hanem az a képviselőjelölti csapat, akivel én csapatba indultam, abból is 6 jelöltünkből 5 jelölt végülis képviselőtestet tagja lett, és aki 6.-nak bejött jelölt egy helyi tanárnő, ővel is nagyon jó munkakapcsolatban vagyok, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon pozitív, egy jövőt építeni akaró és építeni tudó testület jött létre Faddon és Domboriban is. A polgármesternek és a képviselőtestületnek számos terve van a jövőre tekintve, amiből természetesen szeretnének minél többet megvalósítani. Én nagyon bízom benne, hogy azok a fejlesztési források, amik most egy kicsit akadozva érkeznek akár az Unióból, azok egy kicsit majd kicsit könnyedebben lehet, hogy úgy mondjam, pályázni és hozzájutni, mert azok a források is nagyon kellenek, illetve lesz minisztériumokban is magyarországi kormányzati pályázati forrás, illetve hát a önerőből is azért minden évben tudunk nyilván megvalósítani kisebb fejlesztéseket. Több nagy pályázatunk benn van, a TOP-ban is, Magyar Faluban is folyamatosan pályázunk, illetve a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség felé is vannak benne anyagjaink. A polgármester kiemelt néhány fő beruházást, amely a tervek között szerepel. Szeretnénk Faddon egy új strandot építeni, ez benn van ez a pályázatunk, szeretnénk egy kis sétányt, szabadtéri sportparkot itt Faddon. Természetesen a belterületi útjainkat, nagyon sok probléma van vele, rendbe kell tennünk, ütemezetten haladnunk kell vele, új utcákat is kell építeni, illetve valamit aszfaltozni kell. Ezzel nagyon sok feladatunk lesz. Ezen kívül Dombori üdülőtelepen a Öregfaluba Szennyvíz csatornázás kiemelt projekt, illetve Dombori üdülőtelepen is szintén az utak állapota folyamatosan romlik, ezen is nagyon sokat szeretnénk ott is javítani. Ezen kívül benn vannak szintén TOP pluszba köztér megújítási pályázataink FAD esetében, illetve a nevelőotthonunk, a régi nevelőotthonunk egy turisztikai pályázaton benn van. Tehát ezek a nagyobb terveink, illetve a kastély, a Bartal kastély ügye. Én bízom benne, hogy az új szekszárdi polgármesterrel és az új közgyűléssel ebbe is előre tudunk lépni, hogy ezt közösen kell a lehető leghasznosabban hasznosítanunk, illetve pályáznunk rá. Bordács József számára rendkívül fontos továbbá a közösségépítés is, ilyen jellegű programokból is minél többet szeretnének megvalósítani. Kiemelte, hogy célja továbbra is a Faddiakkal minél szélesebb körű kommunikációt kialakítani. A városvezető ennek érdekében másfél éve polgármesteri fogadóórát is bevezetett, melyet havonta tartanak. Bordács József megköszönte a Faddiak bizalmát, és azt, hogy ismét megválasztották a település polgármesterének. A választási plakátok már nem maradhatnak fent sokáig villanyoszlopokon, buszmegállókban és a város egyéb pontjain. Ha nem távolítják el azok, akiknek érdekében ezeket elhelyezték, akkor nekik később finanszírozniuk kell egy megbízott vállalkozót, aki leszedi azokat. Zsikó Gál Klaudia, szekszárdi jegyző és a helyi választási iroda vezetője adott információt a plakát leszedésének dátumáról. Akinek érdekében elhelyezték a plakátot, az a választás napját követő 30 napon belül el kell távolítsa a plakátot. Hogyha ez nem történik meg, akkor annak költségére eltávolítható a plakát. Az utóbbi években nem volt precedens hanyagságra. Alapvetően a jelölő szervezetek, a pártok és az egyesületek ismerik már ezt a szabályt, és fegyelmezettek ebben a tekintetben. A választásokat követően a lehető legrövidebb időn belül el szokták távolítani ezeket a plakátokat és választási hirdetményeket. Nem szokott problémát jelenteni. Tudják ők maguktól, hogy mi a kötelezettségük, és igazából a kötelezettségeiknek eleget is tesznek.
A költségek változóak lehetnek annak függvényében, hogy a leszedésnek jelenleg milyen árat szab az ezzel foglalkozó cég. A kint maradt darabok tulajdonosait először szóban figyelmeztetik. A városnak erre vonatkozóan biztosan szakcéget kell megbíznia, mert hogy erre vonatkozóan kapacitással nem rendelkezünk, azt meg egy vállalkozó felmérés alapján számolja ki, hogy akkor ennek milyen költségei vannak. A legkésőbbi időpont 2024. július 9, tehát eddig a napig el kell távolítani a kampány érdekében felhelyezett plakátokat. Az óvodások rengeteget alkotnak az intézményekben. Ez a fajta tevékenység segíti őket a szellemi előrehaladásban és a finommotoros képességek fejlesztésében. A Tolnai Apraja Falva óvoda minden évben lehetőséget ad a rajzok, kézműves termékek kiállítására a Tolnai Művelődési Központban. Kékes Anita óvodapedagógus, a Csingilingi Barkács műhely vezetője elmondta, a kreativitás kibontakoztatása mellett fontos a környezettudatosságra is nevelni a kicsiket. Zöld óvoda vagyunk, és ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy újrahasznosított dolgokból is készítsünk valamit a gyerekekkel, illetve nagyon sok természetes anyagot is felhasználunk egy-egy munka elkészítéséhez. Mikrocsoportos foglalkozás keretén belül szoktuk ezeket a foglalkozásokat tartani, főként a nagycsoportosok számára, de a tehetségesebb középső csoportos gyermekeket is szívesen várom így az alkotás céljából. Európai Uniós támogatásból szociális infrastruktúra fejlesztést valósít meg Dunaföldvár önkormányzata. A 265 millió forintos vissza nem térítendő összegből 2024 őszéig megtörténik a Dunaföldvár család- és gyermekjóléti szolgálat és alapszolgáltatási központ épületének átalakítása és felújítása. Országszerte 450 intézmény mindegy 2500 programmal várja az érdeklődőket június 22-én a múzeumok éjszakáján. Az idei két kiemelt helyszín Székesfehérvár és Esztergom. Számos kísérő program a labdarúgó Európa-bajnoksághoz kapcsolódik. A múzeumokban az állandó és időszaki kiállítások mellett többek között családi és gyermekprogramok, filmvetítések, interaktív események, népművészeti attrakciók és koncertek is várják az érdeklődőket. Nem tudnak versenyezni a hazai méztermelők a külföldi mézekkel, mézkészítményekkel, mert azok olyan nyomott árakon érkeznek, amelyek kitermelőként nem kigazdálkodhatók. Továbbá az import soha nem látott mennyisége is komoly gondot okoz a hazai szereplőknek. A méhészágazatot sújtó problémák önmagukat generálják újra. Tolnavár megyében, bár annyira nem bosszankodnak a méhészek, azért nem fenékig telj fel a helyzet, hiszen az időjárási körülmények, mint az akácvirágzás idején a 9 napos rossz idő, jelentősen visszavetette a termelést. Mindenki úgy gondolta, hogy itt a 2024-es akácnak vége is van, de jött a csoda, és mikor eltűnt ez a rossz idő, utána még, mint említettem, egy közepes termést össze tudtak hozni. Ettől függetlenül Tolna megy az idei akácvirágzás vesztese, mert akár elindulunk felfelé az országban a térképen, és ugye az akácvirágzás így húzódik egész éjszakon, egy héttel később virágzott, és minél északrabra mentünk, annál jobb lett. Mint azt a méhész elmondta, a kínai méz, ami valójában nem is méz, hiszen kemikáliákkal dúsított édesítőszer inkább, rombolja leginkább az európai piacot, hiszen olcsó, és rengeteget szállítanak belőle. Rendkívül sújt bennünket ugye az ukrán méz import, és a kínai is természetesen, mert az Európai Uniós mézpiacon mi is kint vagyunk, és hát az Európai Unióval megetettek 150 ezer tonna kínai rizsszirupot, ami gyakorlatilag nem méz, mert ha mézzel kéne versenyeznünk, az egy korrekt dolog lenne, de gyakorlatilag egy pancsolmánnyal kell versenyeznünk. Az ukrán készítmény az ország helyzete miatt is kényes terep. Az otthoni méhészek rendkívül olcsón árulják portékájukat, hiszen az a kevés, ami visszafolyik belőlük is, több, mint a semmi. Ez is egy óriási probléma, de ők legalább mézzel versenyeznek. Hát ha bekerülnek az Európai Unióba, akkor én azt gondolom, hogy felköthetik a magyar méhészek a gatyájukat, mert olyan alacsony árról vannak kint, hogy nekünk a termelési költségeinket nem fogja fedezni, hogyha velük kell majd versenyezni. De ez még mind elviselhető, mint említettem, a kínai mézzel nem tudunk mit tenni.
néhány száz forintért behozzák ezeket a laboratórium úton előállított édesítőszereket. Én azt gondolom, a megoldás az lenne, hogyha a fogyasztók háborodnának fel, és ők vinnék a nébikhez a dolgokat. Hogy milyen következményei lesznek a most kialakult helyzetnek, még nem belátható, de annyi bizonyos, hogy komoly csapásokban részesülnek a hazai termelők. A Bátaszéki autópálya alosztály járőrei mérték a közlekedők sebességét június 10-én délelőtt Pörbély belterületén, amikor egy motoros hajtott el a trafipax előtt. A kétkerekű sofőrje a lakott területen belül megengedett 50 km/h sebesség helyett 128 km/h száguldott. A motoros ezzel nem csak a sebességét maxolta ki, hanem a bírság összegét is, ugyanis 390 000 forintot kell fizetnie. A szekszári rendőrök azok jelentkezését várják, akik a május 13-án reggel 7 óra körüli időben a Szekszár Bottyán hegyről induló 14-es számú helyi járaton utaztak, és a Szülészet környékén történt baleset időpontjában a buszon tartózkodtak. A jelenlegi információk szerint a járat egyik utasa ezidáig tisztázatlanokból a Szülészet előtt a középső ajtó melletti elválasztó panelnak esett, mely kitört a helyéről, és a darabjai szétszóródtak. Az autóbusz a rendelőintézet előtt állt félre a megállóban, ahová a sérült férfihoz mentőt hívtak. Csaknem 600 dolgozójának tartozik szerződéses megbízásai kifizetésével hónapok óta a MÁV ZRT. A kifizetés felgyorsítására a vasutasok szakszervezete Lázár János közbenjárását kéri. A közlemény szerint a MÁV azok kifizetésével adós, akik különféle projektekben, munkaidőn kívül szerződés alapján dolgoztak a vasúttársaságnak. Közölték, ilyen tartozása van a cégnek azok felé például, akik a székház költöztetésébe segítkeztek. A Babits Mihály Kulturális Központ Kultúrkortyok Szabad Egyetemének tavaszi záró előadását tartották, amelyen a II. Világháborús Tolna megyei légiharcokról beszélt Tálosi Zoltán nevelőtanár, történelem szakos tanító, a téma kutatója, aki például egy 1944. márciusában lezuhant szovjet JAK-9-es vadászrepülőgépet ásott ki, amely Pálfa és Simon tornya között csapódott földbe. Tálosi Zoltán olyan témát választott, amely igazán közel áll hozzá, hiszen könyvet is írt a témában, amelynek már második nyomása is elkészült. Azért is aktuális az előadás, mert a Tolna megyei események pontosan 80 éve történtek. Tolna megyében a II. Világháború során, ha csak a repülőgépeket említem, közel 130 repülőgép zuhant le, illetve ennyi repülő esemény volt, ami ismert. Tehát nyilván itt csak néhányat fogunk megemlíteni, illetve 3-4 témakörben fogok megemlékezni az akkori történésekről. Mint elmondta, Magyarország német megszállása, ennek a mindennapokra kiterjedő hatásai, az amerikai légiháború, amelyben Szekszárd külön is érdekelt volt egy hadnagy révén, valamint ezzel párhuzamosan történt a Duna elaknásítása is, továbbá természetesen a földi harcok adták az est gerincét. Nyilvánvalóan rengeteg érdekfeszítő esemény történt ekkortájt, ezek közül is külön figyelmet szentelt Dombóvár bombázására. A 44 nyarán egy ilyen esemény, Dombóvár bombázása volt 1944. június 30-án. Ez azért, az nem jó szó, az az érdekes, de kutatás szempontjából azt mondom érdekes, mert az amerikaiak saját tudomások szerint, akik 32 bombázót küldtek a térségbe, ők meg voltak győződve, hogy Kaposvárt bombázták. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem tavaszi fél évét zárta le Tálosi Zoltán, a rendezvénysorozat a nyári szünetet követően szeptemberben folytatódik. A régió híreivel folytatjuk. Közvetlen kapcsolat, fejlődő település, irodát nyitottak Mohácson. Szemesi szemétszedés, harmadik alkalommal tisztították meg a Balatonpartot. Rajthoz álltak a tűzoltók a pécsi tévétoronynál. Hatodik misin a tűzoltó toronyfutó verseny. Új irodát nyitott hazánk egyik vezető biztosítási társasága Mohácson. A Dunaparti település előtt álló fejlődési pálya erősebb jelenlétet igényel, mondták a megnyitón. A társaság a biztosítási és a banki szolgáltatások nyújtásában fontosnak tartja közvetlen, személyes találkozásokat az ügyfelekkel. A városnak a szolgáltató város koncepciója, hogy élhetővé tegyük azt, amit mi létrehoztunk. Ebbe illeszkedik a Grupama biztosító irodanyitása Mohácson, mondta a település polgármestere szerdán. A Dunaparti városnak fontos szerepet szán a szolgáltató cég baranyai vezetése. Láttuk, hogy milyen fejlődés zajlik Mohácson.
mennyi olyan fejlesztési projekt lát majd napvilágot a következő években, ami számtalan üzleti és emberi lehetőséget vonz magával. Úgy döntöttünk, hogy az első dél-dunántúli jelentős fejlesztési lépést a Grupama itt Mohácson fogja végrehajtani. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen teszt jellegű, egy kirakat jellegű munkának is tekinthető, egy próbának a mi részünkről. Hiszen itt a feladat az volt, hogy egy teljesen új helyen, a város központjában egy perspektívikus üzlethelyiséget hozzunk létre. A sétáló utcán találtak megfelelő helyiséget, amit az önkormányzattól bérelnek. Itt többféle szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleiknek a biztosítási ajánlatok mellett. Banki termékkört is tudunk biztosítani, közvetíteni az ügyfélkörünk számára. Egyébként ebben az együttműködésben az OTP Bank, ami stratégiai partnerünk most már nagyon régóta. Tehát ami az OTP Banknál lakossági hitel oldalról, számlavezetési oldalról elérhető, azt mondhatom, hogy gyakorlatilag a Grupama biztosítóba is elérhető, de ami talán még legalább ennyire fontos, hogy pár éve egy új nagy fába vágta a Grupama fejszéjét, ez pedig a befektetési pénzeknek a profi, biztonságos és kiszámítható kezelése. A társaság 35 éve van jelen hazánkban, és mintegy 2 millió ügyfelükkel már a piac egyik legmeghatározóbb szereplőivé váltak. Kimondott céljuk, hogy az online ügyintézés mellett lehetőséget biztosítsanak a közvetlenebb, személyes ügyintézésre is. Ezt a céljukat erősítik a mohácsi irodanyitásukkal. Harmadik alkalommal tisztították meg a tóparti területeket Balatonszemesen. Ezúttal egy nemzetközi programhoz kapcsolódtak, amely 8 országban egy időben zajlott. Az önkéntesek több kilométernyi partszakaszt jártak végig, hogy a nádasokat, befolyóárkokat és a kövek közötti területeket is megtisztítsák a hulladéktól. Itt minden csikek, fékbetétek, üres palackok, meg minden, amit tudok. A legkülönbözőbb hulladékok kerültek elő a partmenti területeken Balatonszemesen. Az önkéntesek fontosnak tartják az ilyen akciókat. Ez már a harmadik alkalom, és én másodszor vagyok itt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez minden embernek kötelessége lenne, de hát mivel kiadják, így muszáj valamit csinálni, és össze kéne szednünk ezt, és szerintem ez pontos így mindenkinek. A legfiatalabb aktivista mindössze 2 éves volt, testvérével és anyukájával együtt gyűjtötték az eldobott szemetet. A gyerekek otthon is azt a példát tanulják, hogy nem szabad szemetelni. Anya utálja a szemetet otthon is. Mindig rendbe kell raknom a szobámat minden héten. De ez jó, nem? Hát, kicsit unalmas rendbe rakni, de egyébként utána a végeredmény jó. Az esemény szervezője az a Rózsavirág, akinek tevékenységére már számos nemzetközi szervezet is felfigyelt. Őszintén nagyon büszke vagyok erre, főleg arra, hogy jelenleg egy francia és egy amerikai egyesülettel dolgozok együtt. Innen is jött, hogy ez a közös szemétszedés. És jelenleg a mai napon, ugyanebben az időpontban 8 országgal együtt szerveztük meg ezt az eseményt. Egykori általános iskolai tanára is az első hívó szóra érkezett, hogy segítsen. Szerinte a fiatalok jó részének fontos környezetének védelme, de az alapokat otthon, az iskolában és abban a közösségben sajátítják el, ahol élnek. Mindenki úgy gondolom, hogy egy picit otthonról is hozza ezt, hogy hogyan áll ehhez az egészhez. A környezete az, hogy ha látja, hogy nincs szemét, akkor nem fogja eldobni. Hogyha így tudatosan próbáljuk meg nevelni őket, akár az iskolában, akár otthon, akár a környezetében ezt látja, akkor mindenféleképpen ebbe az irányba fog ő is elmozdulni, és akkor már egy kicsit nyertünk. Az önkéntesek hosszú, több kilométernyi partszakaszt gyalogoltak végig, szemét után kutatva. Szerintem ez simán volt egy ilyen 2 kilométer, legfőképpen mi most a móló körül jártunk, azon is belül az építkezések környékén, hát hogy ne mondjam, eléggé szemetes volt, főleg ott a nádasok között, mindent is találtunk. Műanyagtól elkezdve nagyon sok ilyen mikroműanyag van, ami hát főleg így a legrosszabb, az felszedni, az a legmacerásabb, mert nagyon sok hungarocellt találtunk. Az önkéntesek 2 óra alatt megtisztították Balatonszemes partszakaszát, jutalmuk pedig a jó érzés és az elismerő mondatok mellett egy közösen elfogyasztott ebéd volt.
Egy év kihagyás után idén ismét rajthoz álltak a tűzoltók a Pécsi TV-toronynál. A Magyar Tűzoltósport Egyesület és a Baranya Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság közösen rendezte meg a 6. Misina tűzoltó torony futóversenyt. Izgalmas kihívások várták a versenyzőket. 438 lépcsőfokot kellett megtenni a Pécsi TV-r toronyban, hogy valaki célba érjen. Közben különböző feladatokat hajtottak végre a Magyar Tűzoltósport Egyesület és a Baranya Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság tűzoltói. Most éppen egy női résztvevő érkezett meg, aki, mint látható, kissé kimerült. A siófoki mentőállomáson dolgozik dr. Sápi Csilla mentőorvos, azt mondja, rendszeresen jár lépcsőzésre, számára ez természetes. Jó volt, most voltam itt először. Nekem tetszett egyébként így, hogy folyamatos lépcsősor van, így folyamatos tempót betartva lehetett egyenletesen jönni. Jó volt. A Magyar Tűzoltósport Egyesület idén csatlakozott először a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz a verseny idejére. Egy év kihagyás után ismét nekilendültek a hivatásos és önkéntes tűzoltók, hogy teljesítsék a 2024-ben szerelési feladatokkal kiegészült toronyfutó versenyt. Idén csak tűzoltók, hivatásosak és önkéntesek nevezhettek. A Magyar Tűzoltósport Egyesület történetében eddig lépcsőfutás még nem volt, ezért jöttek Pécsre, hogy kipróbálják, megmérettessék magukat. Nekünk a versenyünk annyinak más a pikantériája, hogy ez technikai lépcsőfutó verseny, tehát a tűzoltóknak nem csak föl kell futni a lépcsőn, hanem közben a szakmai bűleszkedő feladatokat is el kell látniuk. Ilyen egy ajtónyitás például, itt tudnak bejutni egy épületbe, le kell áramtalanítani az épületet és elzárni a gázcsapot speciális eszközzel, majd van benne egy precíziós feladat is, mert ugye a tűzoltóknak nem csak romboló munkájuk van, hanem viszont precíz munkát is el kell neki tudni végezni, fáradtan is. Valamint továbbiakban van még ugye sugárszerelés is a feladatokban itt helyben, de minden versenyünkön ugye változnak ezek a feladatok. Csak nem 80 férfi és női tűzoltó küzdötte le az akadályokat. Itt gyerekek is beszállhattak a megmérettetésbe. Ők 9-en voltak. A gyerekek könnyített felszerelésben lépcsőztek. Mindenek a célja pedig a való életben előforduló katasztrófákra való felkészülés. Ez jól példázza azt, hogy egy társasházi tűzeset esetén, hogyha esetleg a 10. van ugye tűz, a tűzoltók nem mehetnek föl lifttel. Tehát akkor is teljes felszerelésben fel kell jutniuk minél előbb ugye az épület tetejére és beavatkozniuk. Talán annyiból más, hogy itt már az elején egy 100%-os erőbedobással, sprinttel indulnak el. Ugye egy éles beavatkozás esetén akár több órás beavatkozásra is számíthatnak, akkor tartalékolni kell az erejükkel, de természetesen ugye ezt példázza. A Pécsi pálya Magyarország egyik legnehezebb terepe. A mintegy 20-25 kg-os felszerelés szippelése nem volt könnyű a résztvevőknek, miközben időre kellett mintegy 25 emeletnyi magasságot lépcsőzniük. Mindenki sikeresen teljesítette a 438 lépcsőfokot. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Ismét bizalmat szavaztak neki. Újra választották Bordács Józsefet a Faddiak. Eltűnnek a plakátok, legkésőbb július 9-éig minden darabot el kell távolítani. Mézimport. Problémát okoznak a hazai termelőknek a kínai és ukrán mézek. Kultúrkortyok. A II. Világháború Tolna megyei légi harcai. Csütörtökön még zömében erősen felhős időre számíthatunk, szorványosan kisebb esőkkel, záporokkal. Néha zivatar is kialakulhat. A légmozgás gyengének ígérkezik. Éjszakára lecsökken a felhőzet, itt-ott kötfoltok alakulhatnak ki. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!